Nap múlva lesz a várostörténeti ünnepség. Megérthetitek, hogy a történelem távolról sem unalmas dolog. Végezzen mindenki kutatásokat a családja történetével kapcsolatban. Faggassátok a szüleiteket! Hé, Frank! Azt hiszem, a te őszeidet már is megtaláltuk. Hey, nagyon meggyőzően játszik. Kiváló ösztönök, gyors játék. Erős fonák, jó labdakezelés. Kiválóan megállja majd a helyét a klubban. Igazán? Nos, mint a klub titkára, nem hiszem, hogy közénk való lenne. Szóval, nem való a mi osztályunkba. Szóval, közölni fogom vele, hogy tagfelvételi kéreme elutasításra került névtelenül. Sziasztok, lányok! Ide ülhetek? Van más lehetőség? Muszáj nyitott szája lenned. Különben hogy raknám be az ételt? Ahogy eszel, olyan leszel. És benned nincs finomság, nincs nemesség, nincs rang. Szóval meg kell néznünk a családfát. Norf, ha apád nem dobta ki, amikor költöztünk, vannak családi iratok a déd nagyapád ládájában. Remek! Már is megnézem őket. Ne is kérdezd, hogy felvettek-e a hülye teniszklubba! Nem is akartam. Most nem. Van képük hozzá! Várakozó listán a fonákom! Azt hiszi, nem vagyok neki elég jó? Pekében szlop! Nagyszerű, a családi történelem a szemétbe került. Hacak, talán ez. Egy zöld disznó. Szóval, anyám megnézte a családi iratokat az örökségközpontban, és az 1789-es évben az egyik ősöm elhajózott a Távol-Keletre, mert fűszerekkel és textillel kereskedett. Mi a véleményetek, gyerekek? Így lett belőle gazdag kereskedő. Érdekes, nagyon érdekes. Köszönöm, tanárnő, én is azt hiszem. Nem, Mimi, én erről beszélek. Mi az az ócska régi papír? Na és miért van rajta zöld disznó? Megmondom. Ez a mi városunk történetének legfontosabb része, Zöld Ernest története. Hú, csak nem ő Zöld Ernest. De bizony ő. Városunk megmentője. Ki volt az a Zöld Ernest? A te ősöd, egy disznópásztor. Zöld Ernest rendkívül különleges ember volt. Volt saját hajóflottája? Nem, de nem is kellett, hiszen a király személyes barátja lett. A királyé? Hú! A mindenit! Jerrynek királyi ősei vannak. 1578-ban Percy király meglátogatta a városunk piacát. Váratlanul megtámadta a királyi menetet egy elszabadult disznó, és eltaposta ő felségét. A parasztok hiába próbálták megkötni a disznót, az nekirohant a királynak. Hirtelen Zöld Ernest áttört a tömegen, elővette tilinkóját, és játszani kezdett. Elvezette a disznót, a királytól pedig ajándékot kapott, egy pecsétgyűrűt. Ernest ettől kezdve királyi disznóőrző lett. És mi lett a királlyal? Szörnyű sérüléseibe belehalt. De ez az esemény a legfontosabb apró városunk történetében. Ezért minden évben ünnepséget tartunk Zöld Ernest emlékére. És én az utódja vagyok! Bár nekem lenne ilyen ősöm. Két érdekel! Áh, jó napot! Ugye ön Jerry anyja? Mimikém mondta, hogy látogassam meg. Lenne ideje hozzánk eljönni egy csésze teára? Ugye eljön? Nem. Nem akarom, hogy másképp bánjatok velem most, hogy királyi őszeim... Nézzétek Jerry királyt! Mit mondott Roy Johnson? A felesége szerint meghívott minket a teniszklub kerti buliára.
mint díszvendéget. Na és mi van a várakozó listával? Úgy látszik, drágám, előbbre ugrottunk. Nem értem. Azt hittem, nem vagyunk elég jók annak a hólyagnak. Kiderült, hogy az ő fejünk közt volt egy igen fontos személy, a zöld Ernest. Nagyon érdekes történet. A zöld Ernest? Ő volt a királyi disznó őr. A király adott neki egy pecsétgyűrűt. Lehet, hogy épp ez az. Jó napot, kedves szomszéd! Csak azért jöttem, hogy megtudjam, számíthatok-e rátok a teniszklub kerti partiján? Hát, igen, gondolom. Lesz egy visszavágó mérkőzés. Viszlát a bulin. Szervusztok, nép! Megyek a könyvtárba. Meg akarom keresni a családi címerünket. Sziasztok! Családi címer? Hú, szuper! Ja, mondjuk néhány zöld disznócsülök egy nagy sonkával középen. Várjátok a csodálatos történeti ünnepséget, fiúk! Igen! Különösen, mivel véletlenül zöld Ernest volt az őszöm. Ó, a királyi sertés őrző. Ide nézzetek! Ha, nem sok a családi hasonlóság. Nos, még szerencse, hogy nem az áruló sárga Ernest utódja vagy, aki elengedte a disznót, ami megtámadta a királyt. Nem, a régi írást nem tudom elolvasni, de a disznó határozottan zöld. Ernest a sárga? Ha? Lássuk csak az áruló színes múltját. Jellemző, elromlott a kompjúter. Igen, de akár testvérek is lehetnétek. Te is a város árulója. Gyertek, srácok, tűnjünk innen. Ó, drágám. Szia, Jerry! Meghívsz a kerti bulira? Hát, igen, ha lehet. És persze, Jerrynek kell a főszerepet játszania az ünnepi előadáson, amit én rendezek. Remélem nem baj, ha jönnek a barátaim is. Nem, persze, hogy nem. Szép szerva! Mindnyájan ismeritek Ingrid Birdwistle-t. Sokat segít nekem a helyi örökség központban. Ezt Jerry hagyta a könyvtárban. Igazán, de a mi iratunkon zöld volt a disznó. Ez a rajz pedig sárga. Mert lekopott róla a zöld. Penész volt. Penész? Igen, a disznó eredeti színe sárga. Mi? De a sárga disznó az áruló jelképe volt. Nem örülök a felfedezésnek. Mi a helyzet? Szóval, igazából sárga Ernest? Rokonai? Ki az a sárga Ernest? A legaljasabb ember. A mi klubunkban nincs helyük árulóknak. Örülnék, ha a családja távol maradna az ünnepségtől. Jerry, igaz ez? Most hallottuk, hogy az ősöd egy áruló volt. Hát én ebbe szóval a tulajdonképpen a... Hoppika! Sajnálom, sárga Jerry, kibújt a szög a zsákból, vagy inkább a sárga disznó bújt ki, nem is tudom. De a... Úgy sajnálom, nem kellett volna szólnom. Nem, az igazság kiderül és... Egy pillanat, a gyűrű! Hol szerezted ezt? Ó, ez egy régi családi ékszer. A pecsétgyűrű. Ez az a gyűrű, amit zöld Ernest kapott a királytól. Emberek, figyelem! Lehet, hogy tényleg rokonai a sárga Ernestnek, az árulónak. De közben zöld Ernest utódai is. A hősé. Látják? Ő viseli a királyi gyűrűt. Hát én persze, csak vicceltem az ünnepséggel kapcsolatban. Jerrynek természetesen a díszhelyen a helye. A díszhelyen? Nagyszerű. Mint zöld Ernest, legfiatalabb utódja, te leszel a nap királya.
Hú, ez aztán a szuper! Otthon van a jelmez. Jelmez? Szép az alsója, felség! Legalább én döntöm el, hogy kihúzza a szekeret. Hova lett? Struci, gyerünk! Ugyan már, ne játszadozz! Emberevű cápa! A kartfogó tigris rosszabb. Hé, srácok! Na és te, Tomás? Milyen állat lennél? Én? Nem tudom. Én kék bálna. Hogy érted azt, hogy nem tudod? Vagy inkább hangya. Mondjuk talán struc. Mármint struc? Mi bajod a struccokkal? Semmi, csak a vicces nyakuk. A hangyák jobbak. Tudjátok, hogy 2,5 méteresre is megnőnek, és a súlyuk 90 kiló. Sokkal nagyobbak, mint bármelyik madár. És amikor a hím struc párbajra hívja a másikat, így recseg. Znor, 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 znor. Snork? Tudod, néha kibírhatatlan tudsz lenni. Snork! Sziasztok! A nevem Tomás, de hívjatok Strucnak! 2,5 méteres vagyok, és szeretek hápogni! Snork, 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 snork! Nem snork, hanem zork! Kezdek aggódni Tomás miatt. A struccok iránti érdeklődése kezd kóros lenni. Nézd, az összes zseppénz és struccos könyvekre meg újságokra költi. De az jól van hobbija. Különben is mi bajod van a struccokkal? Nyugodj meg! Én nem mondtam, hogy a barátod vagyok. Csókolom, itthon van Tomás? Nincs. Azt hittem veletek van. Hát, volt is. Egy kicsit viccelődtünk vele, és bocsánatot akartunk kérni tőle. Biztos itt bujkál valahol, csak bedugta a fejét a homokba. Mit mondasz? Hát úgy értem, hogy kezdi azt hinni, hogy ő egy struc. Snork, 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 snork. Sokkot kapott. De egy kis pihenés, meg a meleg fejkötés, amit ráadtunk, hamar helyrehozza. Még mindig semmi hír a szüleiről? Semmi. Egy hang sem. Snok! Snok! Vajon mi történt vele? Ez is a te hibád! Az enyém! Tomás! Ezt próbáltam mondani neki. Képzeld, barátok, szörnyek az ágy alatt, struccok. Mondd meg Bettynek, hogy nincs mitől tartania. Teljesen normális. Menjen csak bele nyugodtan a játékba. Majd úgyis kinövi. Ne hülyéskedj, Tomás. Lehet, hogy elvarázolták, vagy mi. Hagyd már abba! És vedd le ezt a hülye jelmezt, Tomás! Nincs jelmez, bál! Már nem vicces! Na jó, akkor majd leveszem én! Hát most mi van? Egy igazi struc! Így van. Tomás a struc. Hagyd abba! Ez nem lehet, Tomás! Meg kell keresnünk! De hiszen itt van! Idióták! Meg kell szabadulnunk ettől a hosszú nyakútól! Van egy ötletem. Tomás? Nem tudom tovább visszatartani. Ne tessék félni őt, Tomás! Ez teljes képtelenség. Ne félj, Tomás!
Meg fogják szokni. Ez, meglátod. Ez valamiféle csoda, vagy micsoda? Nem sokára minden megint normális lesz. Mi van, ha ez tényleg, Tomás? Csak az a baj, hogy egy neveletlen struc ül a konyhaasztalnál. Tudom, hogy először egy kicsit kellemetlen, de bíz bennem. Igen, megértem. Ha belemegyünk, kinövi. Szegénykelyek, micsoda szülei lehetnek, hogy még csak nem is keresik szegényt. Látsz valamit? Még mindig itt van a struc. Mármint Tomás. Sziasztok! Kedves, hogy benéztetek! Tomás! A struc... már nagyon várta, hogy gyertek. Aj, ne, már megint! Rázzuk le a madarat és menjünk úszni! Igen, nem lenne jó, ha egy struccal látnának együtt? Mármint Tomásszal! Hé, Tomás! Mit szólnál, ha lemennénk egy kicsit a partra? Talán senki se lát meg. Hű, de Klastruc, honnan van? Ő Tomás. Tomás szülei struc otthon nyitottak, de Tomás elutazott, úgyhogy elszabadultak. Na, mit szóltok? De jó, bár nekem is lenne. Miért van rajta Tomás sapkája? Ez hozzájár. Őt is Tomásnak hívják. Ejha, ez a struc vonzza a csajokat. Legalább próbáljuk meg. De hát ez nem Tomás. Hogy mondhatod, hogy ő az? Gyere, Tomás! Kapd el a labdát! Esti témánk struc a gyermekünk. Biztosan sok gondjuk volt, amíg elfogadták a fiúk orientációját. Először nem tudtuk elhinni. Nagyon nehéz volt beletörődni. Mondják el a nézőknek, hogy kezdődött. Hát, észrevettük, hogy nagyon érdeklődik a struccok iránt. Több volt, mint puszta érdeklődés, inkább... megszállottság. Hogy őszinte legyek, én ártatlan dolognak tartottam. Talán rossz kifejezés, de... Mi? Szóval én hobbinak tartottam. Aztán egy szép nap, hát egyszerűen tényleg átalakult. És struccá! Véletlenül itt van velünk a stúdióban ma este Tomás is! Természetesen a család szívesen válaszol a jelenlévő kérdéseire is. Különösen, ha ők is hasonlót vélnek felfedezni kamaszodó gyermekükön. Az én csapkám! Tomás, Betty és a magam nevében szeretnénk megköszönni ezt a fantasztikus együttérzést, ami olyan sokat javított a helyzetünkön, e nehéz helyzeten. Tényleg azt hiszik, hogy ez a struc, Tomás? Na hát, milyen őrültek vannak? Hogy ki mennyire őrült, az tőle függ, ez benne van az alkotmányban. Add vissza a sapkámat, te lökös trutió, Camelus! Snork! 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 Ó, Jerry! Jerry! Látta valaki Jerry? Az én vagyok Jerry! Nem. Jerry a struccom. Láttam a tévében, hogy itt van valahol. És nem Tomásnak hívják, hanem Jerrynek.
Nem, nem lesz norkingolás. A végén minden jól alakult, nem? Igen, na persze nem lenne baj, ha tényleg struc lenne. Nem, nem, persze, hogy nem. De... Korhatár. Négy jegyet kérek a gyilkos krokodilra. Csak ha elmúltál 15. De én már elmúltam. Szívesen adok a fortélyos Katica bogárra. De... Gyere vissza 2 év múlva. Következő. Kipróbálhatom a mopededet? Kérlek. De? Minek nézel te engem? Kérlek, csak egyszer. Talán majd, ha nem hordasz pelenkát. Tomás, szörnyű rendetlenség van a szobádban. Menj fel szépen és csinálj rendet, de azonnal. De mindjárt befejezem ezt a... Azt mondtam, menj föl! Értem. Sziasztok, srácok! Játszotok dobozrugdaszászt? Tűnj el innen, Jerry! Ti akartok játszani dobozrugdaszászt? Dobozrugdosást? Elment az eszed? Azt csak a tökfejek játszák. Hé, te megalázó! Persze, hogy a csajok nem akarnak velünk járni, ha folyton hülyét csinálsz belőlünk. Nem, mit számít, srácok? A lányokat csak a nagyobb srácok érdeklik. Igaza van, nagyobbnak kell lenni, hogy szórakozhassunk. Igen, folyton csak parancsolgatnak nekünk. Azonnal csinálj rendet a szobádban. Képzeljétek, mennyivel jobb lenne, ha 16 évesek lennénk. Amikor felnövök, nem eszek mást, csak cukrot, és egy csomó csinos lánnyal fogok járni. Tudom már, öltözzünk be felnőttnek. Nem fog sikerülni. Dehogy nem. Ragasztunk hamis bajuszt, felvesszük apáink ruháját, használunk egy kis aftershave-et. Jól vagy? Elibe talált a labda. Jól vagyok. Ne aggódjatok, srácok. Ne féljetek, gyermekeim. Azért jöttem, hogy segítsek. Nagyobbak akartok lenni? Feltaláltam egy gépet, ami teljesíti a kívánságotokat. Tessék, bemutatom. Csak be kell indítani az órát itt, aztán megvárjuk a kívánt kort, és megállítjuk. Hát próbáljam ki. Rendben. Csak nyomd meg ezt a gombot. Néha még beragod egy kicsit. Csak prototípus. Lássuk csak. Hadd próbáljam meg én. Jerryben nem lehet megbízni, mindent elront. Nem működik. Türelmesnek kell lenni. Néha eltart egy ideig, amíg valóban elkezd hatni. Értéktelen vacak. Hey! Nézzétek Franket! Sikerült! Egyszerűen fantasztikus! És nézzétek Jerryt! Kolosszális! Most láthatjátok, mégis működik! Most azt csinálunk, amit akarunk, megnézzük a tiltott filmeket. Csajokkal randizunk! Motort vezetünk, hurrá! Gyertek, menjünk be a városba! Azért csak meg kéne javítanom. Na mi a helyzet? Meg van buherálva a motor? Mit képzelsz? Legalább 80-nal megy hegynek föl. Öha! Szia, szépsége! Wow! Micoda láb! Azt mondod, hogy szép? Akkor ezt nézd! Linda McCrawford! Naomi Bergman sokkal jobb! Elég jó bőr, az tény. De Gwyneth Banks 1000-szer jobb. Ezt nézd meg! Kipróbálhatjuk a mopedeket? Csak tessék! Csak adjatok nekik gázt! Juhu! Hihetetlenül jó érzés! Bámulatos volt!
Hello, csajok! Jöttök velünk moziba? Általában nem megyünk olyanokkal, akiket nem ismerünk, de... Ó, gyertek már! Találkozunk a mozinál 7-kor! Rendben! Mit szeretnétek? Nyolc egyet a gyilkos krokodilra! Parancsolj! Jó szórakozást! Juhéj! Fent vagyok a világ tetején, baby! Képzeljétek, elmegyünk moziba, és randizunk is! Jaj, de jó lesz! Oda nézzetek! De klasszul néznek ki hirtelen! Igen, mintha sokkal érettebbek lennének, nem? Sziasztok! Nem akartok járni velünk? Majd, ha már nem viseltek pelenkát! Hopp! Segíthetek, bácsi? Biztos nagyon süket. Hol lehetnek azok a jóképű srácok? Itt vagyok. Segítség! Be vagyok zárva egy öreg ember testébe. A libabőrös lettem ezektől az alakoktól. Ez is a te hibád. Nem igaz. Elnézést, uraim! Jobb lenne, ha megnyugodnának! Figyelem, figyelem! Egy csapat fénember veri egymást a mozi előtt! Bácsik, jobban tennék, ha megnyugodnának. Mi a csodáról beszél, nem vagyunk bácsik. 10 éves gyerekek vagyunk. A szüleim dühösek lesznek, ha nem érek haza vacsorára. Na jöjjenek csak, nem akarják, hogy baj legyen, igaz? Segítség! Vacsora! Olyan kellemes, ha új férfiak érkeznek. Hello, a nevem Ébor. Az én nevem Jerry, de én még gyerek vagyok. Olyan aranyos kis füled van. Mami! Lenne hozzá kedved, hogy elmenjünk etetni a galambokat? Mi? Soha! Ajajajaj, nem hagyhatják el az asztalt, ameddig mindent meg nem ettek, ami a tányéron van. Nem vagyunk gyerekek. Leülni, vacsorát befejezni. Majd később találkozhattok a barátaitokkal. Ez rosszabb, mint az iskola. Ugye már nem is olyan rossz. Rendezzünk tolókocsi versenyt. Tolókocsi versenyt? Mi ütött beléd? El kell menekülni innen, de gyorsan! Felkészül! Vigyázz! Rajt! Fogok nyerni! Elrontottad a versenyt! Elrontotta a versenyt? Ki kell szabadulni innen? Büntetésből, amiért játszottak a tolókocsival, korábban kell lefeküdni! És hangot sem akarok hallani egyikőjüktől sem, megértették? Ki kell jutnunk innen, hogy megtaláljuk azt az angyalt, és rávegyük, hogy mindent csináljon vissza, értette ezt? Ehelyett most be vagyunk zárva ebbe a szobába. Hála te idióta dolókocsi versenyednek. Ezt nézzétek, innen le tudunk mászni. Segítség! Ez nem fog sikerülni. Tudom már, lepedőket kötünk össze. Csak meg akartam javítani őket, de nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy terveztem. Teljesen tönkretette. Ez nem lehet igaz. Jó, többé nem leszünk gyerekek. Befellegzett! Ez azt jelenti, hogy csak pár évünk maradt a halálig. Jaj, nekünk! Jobban vagy? Gyerünk, Jerry, ébresztő! Hé, hey, hogy vagy? Jól. Úgy látszik, elájultál. Elnézést, Jerry. Nem akartam.
Jó, semmi baj. Nézd, ma este bulit rendezek, úgyhogy ha van kedved, eljöhetsz. A barátaidat is elhozhatod. Hú, mi is mehetünk veled, kérlek. De velem jönni? Ha elmehetünk veled a buliba, beveszlek a csapatomba, mondjuk egy hétre. A 16 évesek bulija, mintha felnőttek lennénk? Ne, csak semmi felnőttek lennénk, szóha több.